Itt odébb egy helyen van sok palást fű, de az elég messzere van innen. Mit tetszett találni? Apró bojtorjant, magját. Az pont jó októberre, ugye? Igen, de teaként ez a magja, ez már nem. Ez meg Orbán's fű. Mit tetszik nézni? Hogy érette már a magja, de még nem engedél a tokja. Azt mondják a régiek, minden embernek a saját kezében van a sorsa. Ő tudja irányítani, természetesen a Jóisten segítségével. Mert ez természetes körülmények között nőtt, és még mindegyikben benne van a mag, nem tergette el, majd tavasszal fogja kipergetni, akkor lehajlik, és akkor, ahogy lehajlik, akkor odébb nő az Orbán's fű. Hiszem azt, hogy ezt a világot a Jóisten teremtette, és ezt a Jóisten azért teremtette, hogy mi emberek itt jól érezzük magunkat. Mindenkinek van valami dolga, azt végre kell hajtani, ha megtalálja, akkor szerencséje van, mert akkor esetleg jól is sikerült neki az életét végigvinni. Ha nem találja meg, akkor egész életében sajnos szomorkodik, meg rosszul érzi magát, meg beteg lesz. A rossz gondolkodás az nagyon sokat tud az embereknek ártani. Jaj, ez a lábam, de fáj, aztán elkezd rajta állandóan gondolkodni, akkor fájni is fog a lába. Állandóan, tudat alatti. Ez nem tudom, hogy történik, de tudom azt, hogy így történik, mert ezt tanultam. Nagyon látó. Bükszentkereszten a lófőtisztásnak a hátsó részén vagyunk. Itt ez egy gyönyörű kis tisztás, és itt szedtem egy kis Orbán's fű magot. Mindig kijövök ide, elsősorban egy kicsit sétálni, nézelődni, aztán ha találok valamit, akkor azt össze is szedem, de nem nagyon bántom itt a természetet, mert ez egy valódi ős természet. Az egyénnek van a szerepe, a gondolkodásnak, az agyunknak van szerepe, és a hitünknek. A hitünk nagyon-nagyon fontos, azt nevezhetjük vallásnak, nevezhetjük bármilyen hitnek. Hinni kell abban, hogy én képes vagyok rá, hinni kell abban, hogy segíteni tud a természet, hinni kell abban, hogy segíteni tud a Jóisten, és hinni kell abban, hogy képes vagyok rá. És én azt hiszem, az emberi létnél, hát a végső hatánál, tehát a halál ellen, ahogy mondják régen, nincs orvosság, de az oda vezető út, hogy milyen, az nagyon-nagyon nagy mértékben függ a hittől, a tudástól, az akarattól, és sok minden összetevőtől, hogy az az út, az egy egyenletes, szépen előregedő út legyen, és a végén este lefekszik, és reggel nem ébred fel az illető. Ez a szép halál. Az én fiatalember gyerekkoromban még sok ilyen volt, hogy este lefeküdt az öreg néni, vagy az öreg bácsi, és reggel nem ébredt fel, és addig nem fájt semmilyen. Elsősorban a falusi embereknek, de már is volt ilyen, a falusi ember a természetben élt. Mi valamennyien a természetnek része vagyunk. Tőlünk függ, hogy melyik részét használjuk a természetnek. Thank you.
sok-sok ezer éves tapasztalata van az emberiségnek a gyógyításban, amit ma már orvoslásnak neveznek, de a népi gyógyítás is egy gyógyítás volt, az orvoslás abból nőtt ki. Simogasd meg a Dédit. Szia, Dédi. Szagadd meg. Kinni nem lehet, no? Kóstold meg. Szerintem jó. De te nem ittál vörös bort, ne is. Dédi? Mivel foglalkozol mostanában a Buxen kereszten? Mostanában? Játszol, amivel eddig foglalkoztam, most a kertbe járok csak. Meg hát előadásokban. És most hova mész legközelebb? Legközelebb Szlovákiában megyek. Dobrák nevű szlovák településen megyek előadást tartani. Azért kértem, hogy jöjjön anyád, mert amerikai, angol, francia, spanyol, román és magyar orvosok lesznek. Akarok beszélni majd a egészségügyi világszervezet pekingi nyilatkozatáról. Ugye a nagymama, dédmama, ők anya, szép anya. Tehát ez körülbelül az 1700-as évek eleje, 1600-as évek vége. De gondolom, az a szép anya is tanulta valakitől. 1743, 1738. Tehát itt van az anyai ágon a nagyanyám. Tehát 1738-ig tudjuk visszavezetni. Itt van a Bori nagymamám, édesanyám a lánya neki, és akkor ezen az ágon itt van, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 nemzedék. 5 nemzedék visszavezetve, nagymamán kívül. Tehát akkor van még az édesanyám, a 6. nemzedék, én vagyok a 7. nemzedék, és Zsuzsa a 8. nemzedék. 8 nemzedéken keresztül Zsuzsa már végig tudja vezetni, hogy mi ezzel foglalkoztunk. A nővérem, én, a hugom és az öcsém. Mi hatan voltunk testvérek, hát jó ránézni, hogy ilyen sok ősömről tudom, hogy voltak, és a nevüket is tudom, kik volt a gyerekük, ki volt a feleségük, ki volt az apjuk, az anyjuk, így ez egy családfa. Ugye a nagymama gyakorlatilag ismerte ugye az akácvirágot, amit mindenki ismer, ismerte a hársfavirágot, amit mindenki ismer, ismerte a tejótógalajt, amit senki nem ismeri, vagy nagyon kevesen ismerik. Olyan 100-120-at ismert körülbelül. Úgy, ahogy ő mondta, hogy tanulni fogsz egész életedben végéig, és hogyha valamit hallasz valakitől, hogy ez a növény vagy az a növény arra jó, próbáld ki magadon, és utána csak utána ajánlod az embereknek, mikor már te meggyőződtél róla, hogy neked nem ártott. Óvatosan, Maja, jó? Óvatosan. Na, nézd csak. Na, lovagoltasd meg, lovagoltasd meg. Na, hogy lovagolnak a szászok? Te is jössz lovagolni? Így lovagolnak a szászok. Na? Így lovagolnak, szállt. Oda akarsz menni? Nézz. Na gyere. Majd ott egy elején hozzám addig itt lovagolni. Ó, ó, ó. Mert
Így lovagolnak a szárszok. Én magam lezárok, én magam magyar lezárok. Fiatal korunkban a szervezetünk még olyan stádiumban van, hogy önmaga is képes minden külső bajt megoldani, kivédeni a támadásokat a baktériumoknak, vagy egy megfázásnak, vagy egy vírusnak. Később aztán már mindenképpen kötelességünk segíteni a szervezetünknek, belső szerveinknek, de elsősorban fejbe kell rendet tenni. A fejébe kell rendet tenni magának, célja kell, hogy legyen, hogy miért is akar ő tulajdonképpen meggyógyulni. Gyuri bácsi, az aranyvesszőfű az jellegzetesen őszi gyógynövény? Igen, ennek gyakorlatilag augusztus vége felé, szeptember közepére kellene érni, hát akkorra érik már meg a magja, de augusztus közepén kellene virágozni. Ez most azért ilyen itt, mert itt ez északi oldalon van, ez kevés napot kap, és ezért még ezt lehet szedni, mert még virágzó állapotban van. Ez egy Kanadából származó növény, úgy hozták át Európába, kettő van. Van itt Magyarországon is egy erdei aranyvesző, ezt úgy hívják, hogy aranyvesző fű, tehát ez már ez is az utolsó állapotban van. Kiváló minőségű és borzasztó erőszakos növény. Nagyon-nagyon jó a máj, az epe, a vese és a hólyagnak a működésére. Tehát egy olyan növény, amelyik a májunkat, az egyik méregtelenítő szervünket, a veseinket, a másik méregtelenítő szervünket, és a nőknél különösen a hólyagnak a működés is, mert nagyon sok nőnél van olyan probléma, hogy felfázás hólyag problémája van. Kiváló rá, és ezt még lehet megelőzésre is használni, tehát úgy, hogy nincs semmi baja az embernek, hanem elkezd inni belőle egy héten egyszer egy csésze teját. Virágzáskor 40 centit fentről lefelé. Azt szoktuk gyűjteni, általában mindig így működik, hogy a növénynek a csúcsától lefelé 40, esetleg 50 centit. Ebbe a 15-20 centibe van a legtöbb hatóanyag. Lejjebb is van, csak már ott nincsen annyi. Nagyon-nagyon jó, fiataloknak különösen ajánlom, hogy a fiatal embereknek még nem nagyon van a szervezete elszennyeződve, mert fiatalok nem éltek még annyi ideig, és akkor nekik is lehet használni, és akkor elég egy csésze teját meginni belőle egy héten, egy nap, kiválasztanak egy napot, és akkor a májuknak is, és a veséjüknek is segítenek a működésben. Ez a kedvenc gyűjtőkosaram. És ebből szoktam aztán, amikor még annak idején, hogy én magam gyűjtöttem csak, egy zsákba átrakni, de gyűjteni ezzel. Hát ez direkt erre van csinálva. Direkt erre van csinálva, hogy az így elfér benne. Ez a aranyvesző, főleg minden növény, amelyik ilyen nagyra nő. Hál' Istennek még ott tartok, hogy én nekem még egészségesnek kell maradnom, mert az vagyok. Tehát ebben kell a fejben eldöntenem, hogy mit kell csinálnom, mikor, mit, hogy minden szervem jól működjön. Azt tanultam a nagymamától, hogy legyen akaratod. És aztán utána az akarat növelése folytán kialakul tulajdonképpen egy tudatosság. Mert észreveszi az ember azt, hogy na hát tényleg most már sikerült nekem ezt legyőzni magamat. Én konkrétan a táplálkozásnál vannak nekem ilyen problémáim, még mai napig is. El kell dőlni itt a fejbe, hogy most akkor leadom, vagy nem adom, mert ugye ahol én lakok, ott van egy kis part, nem is kicsi. Aztán nagyon szuszogok már, mikor felérek a tetejére, ha sok van rajtam. Még pár kiló is, 2-3 kiló is, már megérzi a lábam. Leadom. Akarom.
tudás egész biztosan fennmarad. Ha nem mi általunk, akkor valakik mások által. Ez nem fog elveszni. Ez egy több évezredes örökség, hogy így mondjam, és ez egy népnek, a gyógyító tudás, az egy népnek a tulajdona, ami nem vehető el attól a néptől. Tehát ez biztos, hogy tovább fog élni, mindig gyarapodni fog, akármennyire van tudomány, akármennyire vannak eredmények, akármennyire vannak más módszerek a gyógyításhoz, ez mindig ott lesz, mindig kéznél lesz, és ezt mindig fogják az emberek használni. Kezdjük a bodzával szerintem. Jó. Én és úgy akkor az legyen az alapja, nem? Abból igen, és azért, hogy mivel ez az alapja, ezért tegyünk ebből három részt. Jó. Egy, kettő, és ez a harmadik. Így. Ez a kakukkfű. Ebből mennyi? Egy? Szerintem egy elég. Abból két rész kellene. Tegyünk két részt, jó? Akkor itt van. Akkor ebből teszünk két részt. Én abban nőttem fel, hogy ez a tudás, ez ki lett kukázva. Tehát ezt kidobták a fürdővízzel együtt a gyereket is. Ugye volt a herbária volt az első olyan vállalkozás, ami gyógynövényekkel foglalkozott, és utána hosszú ideig nem volt senki semmi. Úgyhogy mikor apám megjelent ezzel a dologgal, akkor hát ugye én ahhoz voltam szokva, hogy tények, meg kémcsövek, meg tudományos adatok, és akkor így néztem az öregre, hogy ezt honnan veszed meg erre, van bizonyíték? És aztán előbb-utóbb rájöttem, hogy egyrészt mi magunk vagyunk a legjobb bizonyíték, másrészt, hogy azért ennek van egy komoly hagyománya, kézzelfogható eredményei. Jó van. Na hát reméljük lesz sikere. Hát én bízom benne. Jó van. Még eddig minden teán sikeres volt. Úgy legyen. Én gondolom, hogy azért egy nép van olyan bölcs, hogy amit összegyűjtött ezer évek alatt, abban azért butaságot nem gyűjtöttek össze, mert azt ugye kiselejtették. Van minden nép, nem csak a magyar nép, minden nép van olyan bölcs, hogy butaságot nem, az kiszóródik a tudásból. Csodálatos a számomra, hogy tudott ez a pici dolog ekkorává nőni, hogy mennyit kellett ezt locsolgatni, dédelgetni, simogatni, hogy ez idáig fejlődjön, és hogy mennyire szükségünk volt az embereknek a visszajelzésére, a segítségére olyan szinten, hogy valahogy mindig megmutatták az utat, hogy merre felé kell mennünk, hogy mi az, ami nekik kell, hogy mi az, ami fontos. És hihetetlen, igen, hogy egy ilyen kis kosárból, amivel kezdtük, lett egy modern üzem, lettek modern gépek, most folyik az építkezésünk, mert a kapacitásunkat kinőttük, és mindent eddig önerőből úgy csináltam, mint ahogy a jó gazdasszony, hogy ennyi pénzem van, ezt beosztom, ami marad, azt el lehet tapsolni, de nem előbb, mint amikor meglátom, hogy hol a vége. Most talán kapunk támogatást, még most sem dőlt el, de úgy néz ki, hogy talán megkapjuk. De eddig mindig mindent saját erőből. Nem látlak, de mindegy, neked kell látni. Ott lesz a folyosó az irodákkal, ez itt a bejárat, ez itt valaki, aki filmez, és itt vannak az ablakok.
Integes Zsófinak. Szia! Úgyhogy képzeld ilyen. Meg majd megmutatom kívülről is, jó? Nagyon szépen szedték szerencsére, hogy látható. Szépen visszavágták a szárral, hogy mondta Gyuri bácsi, úgyhogy ez nagyon jó. Igen, mennyi ez? Ez egy 120 kiló lett. Nincs befülledve? Megnézte? Nincsen befülledve. Egy kicsit nincsen. Meg kell forgatni. Rendben van vele minden. Meg kell forgatni, hogy nehogy befülledjen, mert akkor ez már nem gyógynövény. Ne tessék aggódni, Gyuri bácsi, Marika néni már régi motoros. Igen, tudom, hisz én velem együtt kezdtem. Én is megnézem. Nagyon jó. Nagyon. Ez még hideg, ez jó lesz, Gyuri bácsi, férje. Nagyon jó, ez így nagyon jól ki van terítve, és sehol nem meleg, még csak nem is meleg. Ez is nagyon jó állapotban. És ilyenkor a legerősebb az illata. És nagyon érdekes, hogy még bimbós állapotban van, ugye az ürmök általában augusztus közepén virágoznak, a fehér ürüm is, meg a fekete ürüm is. Ezt rácsáltak a kínaiak annak idején. A levelét? 1600 évvel ezelőtt, igen, a malária ellen. És ezért kapott orvosi Nobel-díjat egy kínai gyógyszerésznő 2015-ben. A káros sejteket elpusztítja, és úgy van írva, hogy kevésbé bántja az épp sejteket. Ez nagyon lényeges. Ez a növény még él, tehát ugye napfény kell neki, és a napfény erről a ezen a levelén keresztül kapja a napfényt. Nagyon keserű? Köszönöm. Kósolja meg. Nem merem. Jó. Kiköpni. Maximum. Félek, hogy allergiás vagyok túl, aztán nem szeretném, hogy betagadjon a torkom. Teaként már teljesen más a szituáció, de valaki nem bír. Jó. Én szerintem ennyi, és akkor ez ugye mehet most már majd vágásra. Akkor vághatjuk? Igen, lehet vágni, és akkor utána a szárítóba mehet. Jó. Azt hiszem, ez volt az utolsó tételünk. A magnak valót azt még ott hagytam. Gondoljunk a jövőre is, igen? Így van. Képzeld el, hogy tegnap számoltam meg, hogy már van 4000 tő új mentám. A másik oldalon meg van egy erdő. Nem kérdés, hogy amit ő képvisel, az tudás, népgyógyászati tudás, és az nem hit kérdés. Én mindig azt szoktam mondani a teákról, hogy nem hinni kell, hanem inni. És amit képvisel, az tehát ő nem is lenne ennyire hiteles, hogyha nem hinné 1000%-ban azt, amit mond. Nyilván, hogy olvas hozzá, meg képzi magát, de ez nem azt jelenti, hogy olyan forrásokból merít, amiket ő nem talál hitelesnek, nagyon is megszűri. Egyébként a népgyógyászatról szoktam mondani, hogy az ma is egy élő dolog. Tehát ha bejön hozzá valaki, és azt mondja, hogy Gyuri bácsi, képzelje el, hogy nem tudom, itt a pimpókát használtam a tyúkszememre, és elmúlt tőle, ez azonnal hozzáad valamit a tudásunkhoz, nem? Mi egy nagyon összetartó család vagyunk, nálunk minden évben van egy nagy családi találkozó, amikor összejövünk, a tavalyin 43-an voltunk. Mind a három legközelebbi hozzátartozóm sajnos külföldön van. A lányom Svájcban van, a nagyobbik unokám Brüsszelben van, a kisebbik unokám pedig Varsóban van. Pár naponta vagy héten egyszer nem emlékszem, valamelyikük vagy nagyi vagy nagyapa, mentek Miskolcra locsolni a virágot, meg mit tudom, nyugdíjt felvenni ilyeneket. És én mindig azt szerettem, hogyha nagyi ment, mert akkor nagyapával voltunk reggel, és reggelire mindig ilyen karamellás tejet csinált nekünk, mert hogy fogalmasabb volt, hogy
mit kéne a gyerekeknek reggelire adni, és amúgy sose kaptunk karamellás tejet, de ha ő volt soron, akkor karamellás tejet kaptuk. Hát imádtam, és mindig. És akkor, hogyha reggel fölkeltünk, és nagyi volt ott, és nagyapa lement virágot szocsolni, akkor na, de kár, akkor most nincs karamellás tej. Gyerekkoromból én arra emlékszem, hogy ilyen mindent megszerel, mindent megcsinál, mindent. Ha a Barbie-nak, mit tudom, Barbie bútor kellett, azt megcsinálta, ha az első kutyának kutyahol kellett, azt megépítette, kifaragta, összerakta, megcsinálta a tudod, a szalonnasütő helyet, tudod, a lépcső, ami megy fel a szalonnasütőtől, azt a beton, ő betonozta, emlékszem, amikor betonozta, minden értünk volt, amiket kellett csinálni. Tehát, hogy egy olyan nagyapa, aki itt 100%-os, így most is. A tudást is át lehet adni az ebédlőasztalnál. Gyerekek mindig fülelnek, és hát ez így épül be a családba. Szerintem a nagyit azt lehet, hogy nem mondja, de a nagyit szerintem... Hát hiányzik neki. Uh-huh, igen. Meg az ilyen pici dolgokból, hogy mondjuk Lea így bemegy, és akkor elkezd így turkálni a dolgai között, az neki hagyja, nekünk annyira nem, de neki hagyja, és akkor felfedez az ember olyan dolgokat, amiket így őriz nagyon régről, meg így látszik, hogy... Tehát, látszik, hogy nagyon becses akkor is, hogy olyan tárgyról van szó, aminek semmi értéke, tehát semmi fizikai értéke nincsen, de neki az becses, és akkor azt a nagyitól, meg a nagyi, az biztos, hogy így őrzi, meg mindig rá gondol. Huszonöt éve halt meg a feleségem, és azóta gyakorlatilag egyedül élek, de azért hál' Istennek teljesen fél nap nem vagyok egyedül, mert van egy házvezetőnőm, aki ellát engem. Megszoktam. Ezt is meg lehet szokni. Túlléptem rajta. Volt próbálkozásom a feleségem halála után, hogy kerítek magamnak társat. Aztán minden alkalommal az jött, hogy összehasonlítottam a feleségemmel, és mindig a feleségem jött ki győztesen. El kell fogadni, nincs más, ilyen értelemben nincsen más, el lehet fogadni. Mindig eszembe jutott az anyám, aki azt mondta, hogy őt csak egy hónapig gyászoljuk, mikor meghalt. És én azért azt nem tudtam a feleségemmel megcsinálni, tehát őt sokkal tovább gyászoltam, de a végén úgy mondták a régiek, hogy el kell engedni a halottat.
én is elengedtem a feleségemet, és most már ez a természetes nekem, a koromnál fogva is. Sok ember van, akihez kapcsolódok, akik szeretnek, társam az igaz, hogy nincsen, családom viszont van, és ha távol is vannak a családtagjaim, akkor is úgy érzem, hogy itt vannak mindig velem, mert itt vannak a fényképek az ablakban, és mindig csak rájuk nézek. Itt van a két testvérem, itt van szinte minden rokonom, egyedül az öcsém nincs itt, mert ő nem szereti, ha fényképezik. Nem kell neki keresni, hogy akkor most neki mi az értelme, meg mi az értelme, hogy elment, meg mi az értelme, hogy ő még itt van, meg mi az értelme az egésznek. Ezt nevelte belénk, hogy ilyen céltudatosság, tehát, hogy jó, mondjuk ez ilyen generációs kérdés is, hogy ma mindent így szét kell szedni, meg analizálni, meg mit tudom én, de nála ez nincsen, tehát annyira egyértelmű dolgokat meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. Mi azért vagyunk itt, mert mi egyszerre képviseljük a múltat és a jövőt. Mert a múlt az, ami volt, amiből merítkezik a népgyógyászat, és a jövő, biztos vagyok benne, a megint a miénk lesz, amikor az emberek ráébrednek ennek az értékére, és újra megtalálják ezt az értéket. Nem kerestem ezt a feladatot kaptam tőle, egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy ez a karmám, amit szoktak mondani, hogy nem kerülheted ki a sorsodat. Nem kerestem egyáltalán, és elkezdtem tanulni akkor én is, mert úgy gondoltam, hogy amellett, hogy az üzleti vállalkozást viszem, meg csinálom a szükséges dolgokat, erre a tudásra is szükségem lesz. Úgyhogy igen, természetgyógyász vagyok, okleveles fitoterapeuta én is. Tényleg nagyon jó az illata. Hát aki forrón szereti, már ihatja. Vigyázz, én ezt most csinálom. Tehát ez nem a jövő, ez most már a jelen, elég régen. Egészségedre. Egészségünkre. Isten éltessen téged is. Képzeljétek csak el, hogy Gyuri bácsi alig 20 évvel ezelőtt még a miskolci búzatéri piacon zöldséges, gyümölcsös kofák között kosárból papírzacskóba becsomagolva árulta a kedves gyógynövényeket. Hetente egyszer, végül az összes piaci napon jelen volt, akkora volt az igény. Hagyományos nyugati orvoslásban az a baj, hogy csak gyógyszercentrikusak. És ezért aztán az Egészségügyi Világszervezet két kongresszuson is foglalkozott már ezzel, hogy a 1978-ban Alma-Atában kimondták, hogy a népi gyógyítás hátrányos megkülönböztetését semmisnek jelentik ki. Nem lehet különbséget tenni a népi gyógyítás, meg az orvoslási modern orvoslás között. Azt tanácsolják, hogy kezdjék el újból az orvosegyetemeken kutatni, az egyetemi kórházakban kutatni a népi gyógyításban lévő tudást, és kezdjék el az orvostanhallgatókkal tanítani, mert régen tanulták. Sok olyan dolog van, amit a mai orvoslás annak idején nem vett át, amikor a latin orvoslástól áttértek az amerikai orvoslásra.
nem vettek át sok dolgot a népi gyógyításból, holott az a latin orvoslásban benne volt. Most az hiányzik. Az echinácea, a pallida, a halvány kasvirág, és talán jövőre már be tudom mutatni a harmadik fajt is, ami a gyógyszerkönyvben szerepel, az pedig az echinácea angusztifólia. Mind a három faj gyökérdrogot ad a 8. magyar gyógyszerkönyvbe. Ezek az echinácea cseppek készítmények, ugye immunstimuláns hatásuk ismert. Magyarország 1988-ban a világon a második volt a gyógynövény exportálás tekintetében. 150 ezer tonna gyógynövényt exportáltunk, tehát van elég gyógynövény. Kína után mi voltunk a másodikok, most olyan 60 ezer tonnánál tartunk, és a hatodikok vagyunk. De itt az a lényeg, ugye, mert az Alföldön is lehet termelni gyógynövényeket, meg a bükkben is lehet termelni gyógynövényeket, és én jobban szeretem a bükki gyógynövényeket. Jobban szeretem, mert ezek, ahol mi gyűjtjük, mindenütt körbe vannak véve a réteg erdővel, és minden önnen szűrt levegőt kapnak, akár honnan fúj a szél. Ő a réti legyező fű, a Filipendula ulmária, az aszpirin gyártás alapanyagát adta egykoriban. Később megtalálták a fűzfa fajok kérgében, hajtásában is ezt az alapanyagot, és egy érdekesség. Napjainkban az erdélyi népi gyógyászatban, teljes virágzásban mai napig gyűjtik a virágát. Vannak olyan betegségek, amelyek nem fertőzőek, és mégis járványszerűen terjednek. A szív- és érrendszeri betegség, ez az első számú halálok. Galagonyával sokkal kevesebben halnának meg. A második számú betegség a cukorbetegség. A cukorteánkkal használatával sokkal kevesebb embernek vágnák el a lábát, vakulna meg, hogy állna le a veséje. Most 100%-os a növekedés. Amikor én kezdtem a piacon, akkor statisztikai hivatalt felhívtam. 500 ezer cukorbeteg volt akkor Magyarországon, most pedig 1 millió van. Barátja megkereste, hogy Gyurka, cukorbeteg lettem, nem volna valami teád? Ennek a teának híre ment, de oly híre, hogy még éjszaka is zörgettek az Őz utcai háza ablakán, kapuján, kérve ebből a teából. Az emberek későn mennek orvoshoz. És az emberek egyáltalán nem is próbálnak a természethez nyúlni, a természetes dolgokhoz hozzányúlni, holott vannak olyan növények, amelyikről be van bizonyítva, hogy gyógyítják a rákot. Én csak egyet fogok elmondani, ez a diólevél. Vannak régi, eredeti kiadású könyveim is. Van egy 1908-ból, van egy 1935-ből, van egy 1950-es könyvem. Mindegyikben az van leírva például a körömvirágról, vagy a diólevélről, hogy gyógyítják a rákot. És az van leírva, hogy hogy kell használni. Tehát mennyit lehet belőlük meginni. Tulajdonképpen csak arra vonatkozik bizonyos esetekben, nem mindenben, hogy miből mennyi van egy-egy teakeverékbe. Nagy Gyuri bácsi, közben hallgatózol? Igen. Jókat mondok? Egy újabb hallgatót elfogadsz? El Gyuri bácsi, természetesen. Mindig tanul az ember, azt mondják, a jó kap is fogadjuk. Így van. Folytatás is. Azaz? És hogyan? Mégis bután hallgat. Igen. Így van. Nagyon-nagyon komoly betegségekben én azt gondolom, hogy nem kompetens a népgyógyászat, de ez az én privát véleményem. Ott is nagyon jó megelőzésre, és nagyon-nagyon jó kiegészítő terápiának, de én azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye. Ahogy szoktam mondani, a mentőautóban nem citromfűtea van, az elsőbségi mentőállomásokon nem csalánteát adogatnak a betegnek, tehát vannak gyógyszerek, amik fontosak, hogy legyenek, és amik gyógyítanak, amiket egyébként
gyógynövényekből készítenek, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy mindennek az alapja a gyógynövény. A molekulákat aztán kémiai úton előállítják, de alapvetően a természetből vesszük ezeket a molekulákat. Megelőzésre viszont itt is használhatok nagyon jól. Nem tudunk hozzászokni a gyógynövényekhez, mert a gyógynövényekben mindig van egy változás. Nagyon-nagyon kicsi az a változás. Mondjuk van egy kakukkfű, amelyik a déli oldalt szereti. A délnyugati oldalon is ugyanaz a kakukkfű van, csak egy egészen kicsivel kevesebb benne az illóolaj. Ez már elég ahhoz, hogy a kórokozó, aki ellen ő használ, hogy az ne tudjon hozzászokni. Vagy éppen változik az időjárás. Mondjuk az egyik év nagyon esős, a másik év nagyon száraz. Nem ugyanaz a hatóanyag van a gyógynövényben, csapadék hiányában, vagy a nap túlsúlya miatt. Nagyon kicsi ez az eltérés, de elég ahhoz, hogy a kórokozó ne tudjon rá reagálni, mert nem ugyanaz. Sok fiatal pár szeretne babát, de ez valamilyen oknál fogva nem valósul meg. A népi tapasztalat alapján segíteni szeretnék nekik a babaváró tearendszerrel. Ez jó, nem? Jó. Nagyon-nagyon régen vágytam rá, hogy végre találkozok azokkal a párokkal, akiknek a babaváró csomagnak a hatására született, meg a kisbabájuk addig sok éven keresztül nem sikerült. Hát ilyen, mint ez a mai nap, ilyen élményben még nem volt részem. Nem akarom eladni, ez a magyar nép, ez a magyar nép tulajdona. Én tudom, hogy ez a magyar népnek a tulajdona, ezt nem lehet eladni. Ezzel a Magyarország hírnevét lehetne növelni. Nem is kismértékben, hanem nagyon nagy mértékben. Hivatalosan tulajdonképpen senki nem támogatta. Senki nem támogatja. Egyszer már fordultam a minisztériumhoz, minisztérium 2012-ben az egészségügyi államtitkár azt valaki helyette írt alá, azt válaszolta, hogy gratulál hozzá, kórházakba adtam, a kórházak se csináltak vele semmit, és az egészségügyi minisztérium azt válaszolta, hogy kutatni kell, de hát 2012 óta még nem kutatja senki. Ezt most azzal adom át neked, ez egy nagyon fontos, tudod, hogy a szívem csücske, hogy remélem még 100 év múlva is fogják az emberek áldani a nevünket, hogy ezt kitaláltuk. Hát figyelj, most akkor születnek gyerekek, azoknak is lesznek gyerekeik, meg unokáik, és ez így megy majd nemzedékeken keresztül. Van.
Segíteni kell, gyógynövényekkel lehet. Régi, sok ezer éves tapasztalat, hogy lehet segíteni. Harcolni kell az ellen, hogy az a betegség minél hamarabb elmúljon. El kell fogadni minden olyan gyógyítási módot, beleértve minden gyógyítási módot, amit megtapasztalt az emberiség, hogy használ. Tehát nem csak a gyógynövényeket, nem csak az orvoslást, hanem az akupunktúrát, akupresszúrát. Sok ezer éves tapasztalat van például a kínai gyógyításban, népi gyógyításban, az indiaiban és az arabban. Ez a három nagy gyógyítási rendszer maradt fel a világon, és mai napig is működik. Indiában az ajurvédikus gyógyítást egyetemen tanítják. Az a népi gyógyítás, modernizálva. Nálunk is ez kellene. Akkor, amikor Indiából eljön egy indiai ajurvédikus orvos ide hozzám, és el akar vinni oda hozzájuk előadást tartani, arra büszke lehetek. Eljön még egyszer, hogy menjek el oda hozzájuk, és akkor hoz nekem egy kitüntetést, ami Magyarországon nem hiszem, hogy van még embernek rajtam kívül, a Föld embere című díjjal adományozott. Ez nem jár pénzzel, ez csak egy kitüntetés. Akkor, amikor Japánba akarják elvinni, a tea hazájába akarják elvinni a mi teáinkat, vagy akkor, amikor például elmegy egy ismerősöm Kubába kirándulni, és az ottani magyarok mondják neki, jaj, te onnan jöttél, ahol Gyuri bácsi él. Lemegy a tavasz, jön a nyár, mondja, hogy most már hagyjuk abba. És akkor persze hagyjuk abba, jó, mert ő dönt. És legalább már ötször volt, hogy hagyjuk abba, mielőtt eljött az a hagyjuk abba, hogy tényleg hagyjuk abba, és aztán abból az lett, hogy jött az ősz, és mondta, hogy na Zsófika, akkor ne hagyjuk abba, és akkor most már csak heti egyet. És még mindig csinálja, tehát még mindig nem hagytuk abba. Nem szabad azt hagyni az embereknek, hogy gyakorlatilag nem foglalkoznak az egészségükkel. Miért nem? Miért nem tanítják újból? Én tanultam 14 éves koromban, élet- és egészségtan tantárgyunk volt a polgári iskola 4. osztályában, és orvos tanította. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az embereknek legyen egészségtudatuk. Ne csak az legyen, hogy majd bekapok egy gyógyszert, és akkor elmúlik a betegség. Nem múlik el a betegség, pláne akkor, ha csak tünetet kezelnek vele. Nem fáj, akkor már nincs betegség. Fájni nem fog, de a betegség ott van. Azt a régi népi tudást adom át az embereknek előadásaimon, tanácsadásaimon, amit a magyar nép több ezer éve alatt összerakott. Igaz, hogy én több ezer évet nem tudok bizonyítani, de egy-kétszáz évet, páromszáz évet esetleg igen, bizonyítani azt se tudom, mert ezt csak szóban adjuk át egymásnak, így épül fel régóta, és én nekem ezt a magyar népi gyógyítási tudást kell továbbadnom az emberiségnek, és ezt is csinálom. Ami használható, ami használ. A népi gyógyításban jól működik, azt át kellene venni és újból tanítani az orvos egyetemeken. És alkalmazni az embereknél. Az orvosoknak én szerintem arra, hogy ők majd egészségtanácsot adjanak az egészséges embereknek, arra nem lesz idejük a házi orvosoknak. Egyetlen orvosnak se lesz ideje rá. Kevés az orvos Magyarországon. Ezt kellene rábítani a népi gyógyításra. Nagyon
sokáig tessék élni, Gyuri bácsi. Megpróbálom segítségbe. Mert szeretnénk még jönni. Én remélem, hogy Gyuri bácsinak csak akarni kell. Csak segítsen a jó Isten, és azért az is nagyon-nagyon fontos. Így van. Hogy tényleg, hogy sokáig éljek, még szeretnék. Hát a terveim szerint, amit a jó Istentől kérek, még egy olyan 10 év, de aztán, ha még akkor kegyelmes lesz hozzám, akkor még 10 év. Emögött annyi munka van, édesanyánk munkája és a nagyapánk munkája, amit, tehát hogy is mondjam, tehát hogy ez olyan, egyrészt olyan büszkeséggel tölt el szerintem mindkettőnket, meg annyi áldozatot követelt tőlük, és valamilyen szinten tőlünk is a családtól, hogy ezt nem lehet hagyni. Erre nem lehet azt mondani, hogy én itt hagyom, és hátat fordítok, és elsétálok. Tehát ilyen nincsen. Nem is, tehát nem azt mondom, hogy mind a kettőnek ebben a formában ezt a vállalkozást kell továbbvinni, de hogy ez a vállalkozás mindig bennünk lesz, az biztos. Tehát, hogy ez a családtól elválaszthatatlan, és nem is azért, mert hogy Gyuri bácsi a Gyuri bácsi, hanem azért, mert gyerekkorunk óta, amikor jártuk az erdőt, és hogy ez a cickafarknál, és hogy nem érdekelt, mert gyerekek voltunk, és csak labdázni akartunk, és akkor mentünk, és mondta, akár kérdeztük, akár nem, mondta, az arra jó, és így nem tudok elmenni én se Varsóban a házunk előtti fű előtt, hogy nézd, hú, na, már az aranyvesző, már így áll, na hát, tehát, hogy ez mindig is rész, és bár is soha nem lehet tudni, hogy mi lesz, meg hogy hogy alakul a dolog, hogy alakul a cég, hogy alakul a világ, ezeket nem lehet tudni, hogy majd most építjük akármit az új raktárat, és hogy abból mi lesz, meg hogy lesz. De hogy ameddig tudjuk, meg ameddig lehet, akkor ezt csináljuk, az nem számomra a kérdés. Köszönöm. Jaj, finom. Puszit is kérek. Te is? Puszit? Puszit is kérek. Én még nem akarok elmenni, meg az az életrendje,
egy idő után én is meg fogok halni, és akkor a tudás itt marad, de az a tulajdonképpen az az igazi. Így épült fel, mert mi lenne, ha én ezt mondjuk át se adtam volna valakinek, akkor ez a tudás, mikor én meghalok, elveszett. Van egy régi népi gyógyítási kétkötetes könyv. Abba sincs benne mindjárt. Pedig van 600 vagy 800 oldal az egyik kötet, és ugyanannyi a másik kötet. És még mindig nincs benne, nem fér bele. És az én agyamban olyan sok minden van, hogy hát talán 3 kötetbe, de oda se biztos, hogy beférne. De már Zsuzsánnál ott van. Az ő agya már be tudta fogadni, meg a Zsófié is. Ha az embernek van egy lelki békéje, egy belső békéje, akkor ezen nem is gondolkodik. Nekem még sose szokott eszembe jutni, hogy én egyszer meg fogok halni. Néha-néha az, hogy szeretnék még élni, és ha Jóisten segít, még 10 évet szeretnék élni. De ha engedi a Jóisten, akkor többet is, és teszek is érte, hogy az a 10 év még meglegyen. Mert ez nagyon fontos. Én nekem is tenni kell. Én nekem is használni kell azt a tudást, amit én örököltem, és amit a természet tud nekem nyújtani. Gyuri bácsi, a borsos varjuhájról beszélsz egy pár gondolatot? Hát egy pár gondolatot. Én is olyan, nagyon-nagyon jó az emésztés javításra a borsos varjuhály. Én legalábbis arra szoktam ajánlani, meg sokan használják fűszerként is. Így van, lehet kóstolni. Nagyon tetszik az a mondás, egyszer valaki mondta, németeknek a gyógynövény használatáról van szó, és akkor mondta az illető, ó, a németeknél már olyan jó a gazdasági helyzet, hogy ők már nem hajolnak le a gyógynövényért. Hát le kell hajolni azért a gyógynövényért. Ott van nekünk, előttünk, a lábunk előtt, a természetbe. Ha kimegyünk a természetbe, és gyűjtjük a gyógynövényt, akkor kettős hatás ér bennünket. Kapunk egy anyagot a gyógynövénytől, majd amikor felhasználjuk, és kapunk egy csodálatos környezetet, amiben tulajdonképpen otthon kell, hogy legyen az ember a természetbe, és oda születtünk.